Végleg elbúcsúznak a tűzoltók attól a laktanyától, ahonnan 1962 óta indultak életet menteni a lánglovagok. A katasztrófa védelem munkatársai a régi, valamint az új laktanya között teszik meg a távot. Mondhatjuk, hogy hazafutást hajtanak végre a tűzoltók. Vendégem a témában Gyapjas János, a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgató helyettese. Több szempont, több cél miatt rendezték meg az eseményt. Október 17-én volt az új épület ünnepélyes átadása, ami a Vármegyei Katasztrófa Igazgatóság, a Kecskeméti Kirendeltség és a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnok új elhelyezését biztosítja. Több mint 50 évig használták a kecskeméti tűzoltók ezt az épületet. Én is majdnem 20 évet töltöttem ebben az épületben. Mi alapvetően a második otthonunként tekintünk rá, és szerettünk volna így is elbúcsúzni tőle. Hogyan zajlik maga a futás, illetve ha jól láttam, akkor nem mindenki a két lábával fogja megtenni azt a bizonyos távot. Nagyon fontosnak tartjuk a kollégák egészségének a megőrzését és a fizikai kondíció megtartását. Nagyon szeretünk mozogni, nagyon szeretünk a szabadidőnkben is együtt lenni, sokan szeretünk futni, sokan szeretünk biciklizni, és igazából önkéntesen alakult ez ki, hogy ki fut és ki biciklizik ezen a távon. Mekkora távot fognak megtenni a tűzoltók? Mintegy 3 kilométert fogunk majd lefutni. Nézzük egy kicsit, ugye ön is mondta, hogy 20 évig volt otthon, a második otthon az új tűzoltó, vagy a régi tűzoltó laktanya. Hogyan gondolnak vissza erre az épületre? De ahogy előbb mondtam, a második otthonunként gondoltunk erre az épületre, ezért nagyon-nagyon erős az érzelmi töltet, ahogy rágondolunk a házra. És például az utolsó váltásnál, ahol én is ott voltam, némelyik tűzoltó kollega egy kis könycsepet is eldörgött a szeme sarkába, tehát érzelmileg még erősen kötődünk ehhez az épülethez. Október 17-én adták át hivatalosan is az új tűzoltó laktanyát. Hogyan érzik ott magukat, jobb egy kicsit a körülmény, az élet? Köszönjük szépen, ez egy nagyon méltó 21. századi elhelyezés a tűzoltóságnak és a katasztrófa nem különböző szervezeti egységeknek, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért az épületért, belaktuk és úgymond nagyon jól érezzük magunkat. Köszönöm szépen. A régi laktanyára ugye kérdeztem, hogy hogyan is gondolnak rá vissza, de gondolom, hogy nem csupán nem fogják elfelejteni ezt az épületet, hanem tovább is fogják ápolni valamilyen szinten a régi épülethez való kötődésüket. Hát megmondom őszintén, hogy sokáig készültünk erre a költözésre, és például készültek a házon belül, és a házon kívül úgymond a laktanya a városban fényképek, és előbb-utóbb majd szeretnénk ezeket a fényképeket a közönségnek is bemutatni, hogy milyen is volt a laktanya itt az épületen, a belvárosban, és mi hogy éreztük itt bent magunkat az épületben. Gyapjas János, köszönöm szépen az interjút, és arra kérném igazgató helyettes urat, hogy akkor fáradjon a csapat után, érje utol őket. Jó futást, köszönjük szépen, kedves nézőink, mint hallhatták, a régi laktanya épületét soha nem fogják elfelejteni, a tűzoltók, az emlékek nem fognak elfakulni, és ezt bizonyítja az is, hogy ebből a futásból szeretnének hagyományt teremteni a tűzoltók itt Kecskeméten.